A héten megérkezik minden praxisba az influenza elleni védőoltás. Kérem, hogy éljenek ezek a csoportok, ezek a magas kockázatú csoportok azzal a lehetőséggel, hogy térítésmentesen rendelkezésükre áll az a védőoltás. Legkésőbb 20-áig minden praxisban ott van az oltóanyag. Müller Cecilia, országos tisztifőorvos, a koronavírus járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján arra kérte a koronavírus szempontjából magas kockázatú csoportokba tartozó betegeket, hogy éljenek az ingyenes védőoltás lehetőségével. Az egyik szekszárdi házi orvosi rendelőbe is megérkezett az oltóanyag, ami iránt jóval nagyobb az érdeklődés, mint tavaly, tapasztalja Schranz Róbert házi orvos. Az elmúlt évekről tudok beszámolni, ott 200 körüli oltóanyagot adtunk be. Az idei érdeklődés nagyobb, tekintettel arra, hogy vírus járvány van az országban, és az emberek jobban félnek attól, hogy ők ezt a másik vírus által terjesztett betegséget, az influenzát is elkapják. Az orvos szerint nagyon fontos, hogy minél többen legyenek védettek az influenza vírussal szemben, ugyanis nem tudható, milyen tüneteket okoz, ha a koronavírus és az influenza vírus találkozik. A rizikócsoportba tartozóknak, így az időseknek és a krónikus betegségekben, mint például szívbetegségben szenvedőknek különösen ajánlják az influenza elleni védőoltást. A védettség kialakulásához 2-3 hétre is szükség van, ezért az orvosok azt javasolják, hogy időben érdemes a védőoltást kérni a házi orvosunktól. Mi a kormány által biztosított 3 fluárt típusú oltóanyagot kapjuk meg. Ennek a beadása ugye annak lehetséges, aki adott pillanatban, amikor az oltást beadjuk, nem beteg, tehát nem hordoz olyan tüneteket, amely felső légúti betegségre utalna, nincs a háza, akkor lehet beadni. Most ezt előzetes egyeztetéssel, telefonos egyeztetéssel próbáljuk beadni, a torlódások elkerülése véget. Idén 1,3 millió influenza elleni vakcina áll rendelkezésre.